Sziasztok! Hát nagyon régen került fel ide videó, úgyhogy úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen fel kéne venni valahogyan a fonalat, és teljesen spontán ugrott be az az ötlet, ahogy a napokban csokoládét vásároltam, hogy az olcsó gluténmentes vegán csoki fellelhetőségéről készíthetnék egy videót, ugyanis én az a fajta ember vagyok, aki általában ilyen pár száz forintból oldja meg ezeket a dolgokat, és nem az ilyen 1000 forint per táblás csokikat vásárolja, kivéve ha mondjuk így tesztelésre vagy hasonló dologra kerül a sor, de nyilván ez egy abszolút más téma, mint a mindennapi fogyasztás. És találtam új finom csokikat, és ezeket szeretném nektek megmutatni, mivel le vagyok nyűgözve abszolút, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog. És ha már csokik, találtam a hűtőben itthon jégkrémeket és egyéb édességeket, és mivel ezek is kifejezetten nagyon olcsóak voltak, tehát 2-300 forint körüli összegre gondoljatok, gondoltam, hogy hozzácsapom ez az egész témához. A beszerzési jeleket és az árakat szokás szerint a sarokba ki fogom írni, illetve a leírásban találni fogtok egy linket, ami egy blogbejegyzéshez vezet, ahol közelebbi fotókat találhattok ezekről a termékekről. Igyekszem majd mindegyikről egyesével írni a jövőben, viszont ugye ez egy lassabb folyamat, de gondolom, hogy nektek is könnyebb képernyőképet készíteni, vagy lementeni az adott fotót, és úgy keresgélni a boltban, mint így videón keresztül megjegyezni, hogy mégis miről beszéltem. Erről a két kis dobozkáról lenne szó, itt vannak a hűtős, itt pedig a nem hűtős cuccok. Szóval, ahogy említettem is, elsődleges szempont volt, hogy vegán legyen nyilván, hogy gluténmentes legyen, illetve, hogy viszonylag olcsó legyen, tehát 2-3-400 forint alatt lehessen ezeket a dolgokat beszerezni, könnyen hozzá lehessen jutni, tehát ezek ilyen szupermarketes, hipermarketes holmik, nem pedig ilyen spéci bioboltos cuccok. Tehát valószínűleg ti is könnyen hozzá fogtok jutni, ha csak nem valami nagyon eldugott helyen éltek, esetleg külföldön. Ja, és hát természetesen az sem utolsó szempont, hogy finom legyen, mert ezek mind olyanok, amire azt tudom mondani, hogy rendben vannak, illetve azt hiszem egyetlen egy darab van, amit még nem kóstoltam ezek közül, azt is majd mutatni fogom. És nézzük is közelebbről, mert ez úgy sokkal egyszerűbb. A hűtős holmikkal fogjuk kezdeni, mert borzasztóan meleg van, és nem akarom, hogy szanaszétól vagyjon minden. Ez már csak egy zacskó, ugyanis ezt ma ettem meg, és elraktam a zacskóját, hogy az összetevőit fotózni tudjam. Őszi barackos, mangós, gyümölcsös jégkrém, ahogy a zacskón is látható. Én ezt elég finomnak találtam. Azt sajnáltam, hogy ilyen sok cukrot tartalmaz, mert szerintem fölösleges, igazából egy ilyen fagyott smoothie jellege volt a dolognak. Nem volt jeges, tehát nem volt kellemetlen, hanem tényleg olyan kellemesen olvadós volt. Most nézem, hogy el van írva a cukor, és ukor van benne. Na mindegy. Minden esetre pozitívan csalódtam, abszolút kellemesnek találtam, még gyerekkori emlékeim vannak a Kubu, jaj, bocsánat, Kubu Merkelval kapcsolatban, és ez az igazi torokkaparós élmény a gyümölcslevek után, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, viszont ezt úgy gondolom, hogy jó szívvel tudom ajánlani, mert igazán kellemes volt. Nem volt műze, gyümölcsös volt, intenzív volt, úgyhogy teljesen rendben. És itt vannak ezek a híres, nevezetes Aldi-s vegán jégkrémek, ugye ez már évek óta kapható. Én az epreset nem annyira szeretem, úgy szoktam vásárolni, hogy egy jó tucatot veszek, és akkor abból talán egy-kettő epreset, hogy azért mégiscsak legyen valami változatosság, de szerintem a vaníliás csoki sokkal finomabb, mint az epres. Ízlés dolga. 100 forintba kerül egy darab, úgyhogy ez is olyan, hogy a kasszánál kikap egyet az ember a hűtőből, és már rohan is vele. Nyilván nem kell tőle csodát várni, nem egy mandulás magnum kategória, de az árához képest szerintem igazán kellemes. Én őszintén szeretem, tehát tényleg én teljesen korrektnek találom, tele is van vele itthon a hűtő, úgyhogy ajánlani tudom. Nyilván, aki magasabb kategóriás jégkrémekhez van szokva, annak nem biztos, hogy tetszeni fog, de abszolút nem gondolom, hogy mondjuk ehetetlen lenne. Ha gyümölcsösebb ízvilág pártiak vagytok, akkor ezeket ajánlom, ezeket a Lidben találtam. Ezek ilyen gyümölcsös ízű jégnyalókák, de ezek sem azok a borzasztóan fagyott jeges megoldások, hanem kellemesen olvadnak, nem ilyen kásás szörnyűségek vagy ilyesmi. Na, ezeknek már kicsit műízük van. Ez egy kicsit citrusosabb, ez egy kicsit édeskésebb. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy meg tudnám mondani a leírás nélkül, hogy milyen ízük van, mert lehet, hogy én vagyok ebben ügyetlen, az is lehet, hogy kicsit kevésbé hasonlítanak a megnevezett ízekre a jégkrémek. Nem tudom, igazából ezt nehéz megmondani. Minden esetre én szeretem őket, még akkor is, hogyha számomra kevésbé hasonlítanak az eredeti gyümölcsre, ami az összetevők között föl van sorolva. Ez kicsit drágább, hát mihez képest, ilyen 100, talán 40 forintba kerül, ki fogom ezt is majd írni ide a sorokba, az Aldi is vegán jégkrémhez képest. Viszont ez 70 g, a másik meg csak 45 g, úgyhogy szerintem teljesen korrekt.
Egyébként el tudom képzelni, hogy ez nem mindenkinek fog bejönni, pont az ízének az ilyen intenzitása, vagy furcsasága miatt, ugye mondtam, hogy talán nem tűnik annyira természetesnek, legalábbis számomra, de nem gondolom, hogy szörnyű lenne, vagy kegy lenne, vagy valami, nyilván akkor nem ajánlanám. Gesztenyeharc már volt a csatornán, ugye ez olyasmi, mint a túró Rudi, csak a belseje az nem túró, hanem gesztenye. Én ezt is nagyon-nagyon szeretem, rengeteg helyen lehet kapni, ez is ilyen, hát 80 forinttól 150 forintig bárhol. Különböző ízesítésekbe lehet kapni, még van egy narancsos verzió is, és illetve azt hiszem, hogy barack töltelékes is van, viszont az ritkábban felelhető. Ugyanez Lidl-es kivitelben, csak ezek gombócok, és ezek nem rudacska formában kerültek megalkotásra, gyakorlatilag ugyanaz a feeling. Belül lekvárszerű töltelék, körülötte gesztenyemassza, és kívül pedig csoki bevonat. Nekem a sárga barackos a kedvencem. Ez 48 g, ez pedig 30 g. Ez 200 forintba kerül, ez meg ilyen, mondom, ilyen 100 plusz-minusz 20-30 forint, attól függ, hogy hol veszi az ember, és hogy akcióban van, és a többi. Ezt is ki lehet fogni akciósni, a 100, nem tudom, 30 forint körül. Én most teljes áron vettem, tehát ez se egy extra vészes szerintem. Gyors akucsere volt, remélem, hogy a szögek nem nagyon változtak. Szóval itt vannak a csokik. Amivel kezdem, az a kevésbé érdekes kategória, ezekről már készült blogbejegyzés korábban. Mindenhez, amiről már készült bejegyzés, hagyok linkeket a leírásban, hogy el tudjátok olvasni, meg tudjátok nézni közelebbről. Ezeket mi a párommal rendszeresen fogyasztjuk, hogy őszinte legyek, nekem ez a középső a kedvencem, ezek mind ilyen gabonapehely szeletek, ahogy látjátok, glutén és laktózmentesek és abszolút vegán kompatibilisek. A málnásat kicsit túl édesnek találom, a magvas gyümölcsöset meg kicsit olyan snasznak, olyan semmilyennek, úgyhogy általában ezt szoktam venni, ez nem annyira édes, egy kicsit kakaósabb. Nem mondom, hogy kesernyi is, mert az túlzás lenne, de kevésbé édes, és ez nekem jól szokott jönni, mondjuk, hogyha nincs idő menni, vagy kirándulunk, vagy ennék valami édeset, de igazán extra édeset nem szeretnék, szóval így körülbelül ez a kategória. Gyakorlatilag mindenhol lehet kapni, a DM-től kezdve a Lidl-en, Tesco-n, Aldi-n át, tehát tényleg szinte bárhol. Szerintem még az ilyen helyi kisebb boltokban is, bár olyan régen jártam ilyen helyen, hogy ezt nem tudom megmondani. Szóval könnyen beszerezhető, az a lényeg. Nem terveztem ebbe a videóba belerakni, megmutatni ezt, viszont azt hiszem az Aldi-ban vásároltam. Én ezt sajnos nem eltem, mivel zabot tartalmaz, viszont ha olyan gluténérzékenyek vagytok, akiknek nem probléma a gluténmentes zab, akkor szerintem fogyaszthatjátok nyugodtan. Itt vannak az összetevők. Marcipános étcsokoládé, és gondoltam, hogy majd a párommal megetetem, és ő elmeséli, hogy milyen volt, hogy tudjak azért róla írni, egyet már megevett, és elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen. Azt tudom, hogy nagyon intenzív marcipán, illetve van, gyanítom, hogy édes is. Erről sajnos most nem tudok többet mondani, mert tényleg megfeledkeztem róla, de itt van ez, úgyhogy bejegyzés mindenféleképpen fog majd születni. Ez is így, hát körülbelül ez a 100-200 forint közötti spektrumon mozog valahol. Most gyorsan megnéztem, tök durva, ez 40 g, a fenti meg 35 g, és a fenti az nagyobbnak tűnik, de ugye ennek az az oka, hogy ez tömöttebb, ez pedig olyan kis levegősebb és pufibb, de így a kezemben is érződik, hogy ez egy icipicit nehezebb. Tibi csokik vegán verzióiról biztos hallottatok, mert nekem a marcipános a kedvencem, ezek számomra mind édesek, lehet kapni zöldalmásat, meggyeset, ananászosat, banánosat, meg ilyen furcsa ízekben. Készítettem is róla egy posztot, egy listát, hogy melyik az, amelyik vegán kompatibilis. Én végig kóstolgattam őket, de hogy őszinte legyek, nekem mind nagyon-nagyon brutálisan édes, és a töltelék az nagyon sokszor ilyen, sajnálom ezt mondani, de olyan műízű. Így én azokat annyira nem fogyasztom, de aki szereti ezeket a nagyon intenzív, édes, jellegzetes ízeket, őnekik ajánlom. Tudjátok, mint régen voltak ezek a kapuciner, meg eperjó, meg ilyesmi, és azok volt ilyen nagyon, nem tudom, intenzív ízük. Ha azokat szerettétek, akkor lehet, hogy ezeket is szeretni fogjátok. Nekem egyedül a marcipános az, ami még azt mondom, hogy oké, pont azért, mert a marcipán az azon túl, hogy marcipánosan édes, nem tartom az egyéb ilyen, nem tudom, nagyon intenzív ízt, mint amiket soroltam, ezek az ananászos, banános, zöldölmás hasonló megoldások. Úgyhogy nekem ez a befutó, ajánlom azt a blogposztot, ahol összegyűjtöttem őket, onnan lehet szemezgetni, időnként frissítem, ha történt valami változás. Érdemes ezekre odafigyelni, mert sokszor van akcióban a Tesco-ban úgy, hogyha kettő vagy három darabnál többet vesztek, akkor ilyen 200 forintba kerül egy táblával, de amúgy se horroráron vannak, mert talán ilyen 240-270 forint között szokott lenni,
És most, ha egy Milkát vesztek, vagy hasonló kategóriás csokit, hát azok is vannak ilyen áron. Úgyhogy ahhoz képest, hogy vegán barát, gluténmentes, szerintem abszolút korrekt. Sőt, egyáltalán. És folytassuk a további rózsán termékekkel, bocsánat, ha rosszul ejtem, a párommal mindig ezen tanakodunk. A Tibi csoki is ehhez a márkacsoporthoz, vagy tulajdoni körhöz tartozik. Én ezeket egyszerűen imádom. A legjobb ez a mandulás, és ezt a szezámmagosat is nagyon szeretem. Lehet még kapni narancsos verzióban és sima étcsokiként is. Amire figyeljetek, hogy van ebből tej. És azt hiszem, hogy azok nem ilyen csomagolásban vannak, de nehogy véletlenül mellé nyúljatok, mert tehát nem kifejezetten növényi alapú a márka, de szerintem kb. A felhozatalnak a fele, vagy még több vegán kompatibilis. Én ezelőtt nem igazán láttam egész mogyorós étcsokit, mindben volt vajzsír, ami miatt nagyon-nagyon fájt a szívem, mivel nekem régen az egész mogyorós csoki volt a kedvencem, és hát ez így teljes egészében kiesett, itthon nem nagyon akartam kutyulni, boltit nem nagyon tudtam venni, ugye ott van a Vego márka, viszont az nagyon-nagyon-nagyon finom, tényleg borzasztóan finom, viszont nem egy pénztárca barát dolog, és nem egy olyan dolog, amit így heti szinten vásárolnék, mert drága sok. Szóval ez szerintem jó alternatíva, nem olyan krémes, mint mondjuk a Vego, ugye a Vego az abszolút növényi, viszont mégis van egy olyan krémessége, mint mondjuk Milkát enne az ember, és hihetetlen, tehát hogy újra és újra el kellett olvasnom az összetevőit, mert olyan szinten krémes és lágy volt, mintha nem étcsokit ennék, szóval nagyon meglepődtem, mert ugye a növényi tejcsokik sokszor ilyen, hogyan fogalmazok, hasadoznak, töredeznek, kicsit olyan porosak vagy szárazok, ezt így nehéz szavakba öntenem, tehát hogy egy csoki ugyan lehet száraz vagy poros. Mindegy igazából, az a lényeg, hogy én ezt szeretem. Számítsatok arra, hogy nyilván étcsoki ízű, amiben a mogyoró van, tehát nem egy Milka feeling. Tehát azt mondom, hogy mondjuk ez egy 4,5 pontos nálam, pont azért, mert lehetne egy picit krémesebb. Viszont ez nálam az abszolút kedvenc ebből a kategóriából. Pirított mandula van benne, és ilyen sós, nem tudom, már-már karamellizált, és nagyon jó. A ropog, a textúra csodálatos, tökéletes. A csoki az, hogy étcsoki benne, az azért különösen jó, mivel a mogyoró esetében vágynék egy kis édesebb ízre, viszont a mandula esetében nem. Tehát a keserűbb, tehát nem az a borzasztó keserű, meg nem savanyú, az a keserűbb, kesernyésebb étcsoki, tökéletes ez a pirított mandulához, és kóstoljátok meg, próbáljátok ki, tényleg. Tehát ha szeretitek ezt a nem basic, hagyományos ízvilágot, de azért, tehát nyilván tudom, hogy ennél vannak sokkal gurmébb dolgok, mint az ilyen tengeri sós, meg chili paprikás, meg egyéb dolgok, de hát ezt nem tudom, szerintem ugye a középtáján van annak az idézőesen érdekes mezőnynek, bár már elég sok márkánál lehet látni ilyen különlegesebb változatokat. A harmadik erről írtam is, ez szezámmagos, és nem tudtam elképzelni, hogy egy szezámmagos csoki az vajon milyen lehet, hogy ez édes, sós, lesz egyáltalán valami karakterisztikája, hogy fogom tudni megenni, tehát voltak előítéleteim, viszont nagyon nem mentem meg, hogy megvettem. Ha ettetek már rizspufis csokit, tudjátok, amiben ilyen puffasztott rizs darabok vannak, na arra emlékeztetett engem első körben. A csoki nagyon jó, olvadós, nem úgy keserű, hogy ez a keserű-keserű étcsoki. Benne a szezámmagok szerintem puffasztva vannak, és ilyen tök jó ropogósak. És tök érdekes egyébként, hogy a csokiban így nem válik így puhává, vagy nem tudom, nem puhul meg. De egyébként a rizses csokiban sem, tehát nem tudom, hogy ezt hogy oldják meg, hogy a csokinak a, nem tudom, olajossága, vagy zsírossága az nem teszi tönkre benne ezeket a puffasztott kis alkatrészeket. Nagyon tetszett. Nem mondanám kifejezetten édesnek, lehet, hogy ezért is áll közelebb hozzám, nem tudom. Tehát nem az a hagyományos csoki ízvilág, viszont mondom, hogy ha a rizses csokit szeretitek, akkor valószínűleg ez is tetszeni fog. Mindegyik 90 g, és ilyen 250 és 370 forint közötti tartományban mozog az áru. Én eleinte az Oceanben vettem, aztán onnan eltűnt. Aztán a Tesco-ban vettem, aztán onnan is eltűnt. Most legutóbb az Intersperben találtam, remélem, hogy onnan már nem fog eltűnni, mert akkor nem tudom, hogy honnan fogom megvenni, mert nagyon szeretem ezeket. Általánosságban most ezeket szoktam venni, mert árértékarányban ezek a legjobbak. Régebben még a piros mogyorós étcsokiát szoktam venni, ami szintén egész mogyorós, viszont az azt hiszem, hogy drágábbra jön ki, mert abból egy tábla 500 forint körül van, és gramra most nem tudom mennyi, de majd kiírom ide oldalra. Talán az egy kicsit krémesebb, azt tudom mondani. Minden esetre választanom kell, ezt a pirított mandulásot választanám a kollekcióban, mert ez az, ami a legesleg. És úristen, ezt nézzétek, ilyen lukacsos. A Milkának volt jó 15 éve. Tudjátok, amikor behozták ezt a
Luffy néven futott, azt hiszem. És én azt imádtam, annyira jó volt, hogy ilyen kis lukacskás volt a textúrája, ami egyébként tök hülyeség, mert ízre abszolút ugyanolyan, mint a sima milkacsuki volt, viszont nem tudom, valamiért teljesen elbűvölt azt, hogy az ilyen kis lukacskás volt, és alapvetően nem nagyon lehet találni ilyen megoldással elkészített csokoládékat, és most nem a vegán verziót mondom, hanem hogy általánosságban, talán mintha a bocinál láttam volna egy ilyen barna-fehér, tejcsoki-fehér-csoki lukacsos megoldás, nem vagyok benne biztos, de hogy ez nem egy olyan extra elterjedt dolog, és amikor én megláttam azt, hogy ez nem tartalmaz vajzsírt vagy tejet, teljesen el voltam ájulva, és vettem is belőle, és a textúrája az tökéletes, nagyon-nagyon-nagyon nosztalgikus érzéseim voltak. Hát arra viszont számítani kell, hogy ez nem olyan édes és omlós, mint amilyen a tejcsoki, hanem, tehát ugyanúgy étcsoki íze van, hasonlóan a többi ugyanilyen márkás csokihoz. Nem az a keserű, savanyú étcsoki, de nyilván nem az a lágy tejcsoki, mint ami, hát mit amilyen a tejcsoki. Szóval nem szabad pontosan ugyanazt a hatást várni tőle, de én teljesen odáig vagyok meg vissza. És most már csak feltalálom. Ezeket a Tesco-ban vettem, szerintem kifutó termékek voltak, ilyen kis korongok leértékelve. Ez került 100 forintba, ez meg 120 forintba, ilyen 200 forint körüli összegbe szoktak kerülni. 200 forintért már nem biztos, hogy megvenném, sőt már azt hiszem, hogy láttam drágábban is. Nem tudom azt, hogy pontosan ugyanezeket, vagy hasonlókat. Tudjátok, ezek ilyen datoja, illetve a szalvány alapú kis tallérok. Azt hiszem, az Aldiban is lehet kapni, az nyilván másik fajta, az Intersparkban talán ugyanezt lehet kapni. Az a tipikus, elfér a táskaján, ha hirtelen gyorsan kell, akkor tök jó, hogy kéznél van. De alapvetően nem egy gyakori vendég nálam, mert 200-250 forintot egy ekkora tallérért nem szeretek kiadni. Főleg tudva azt, hogy mondjuk 350 forintért már egy ekkora táblicsokit kapok. Tudom, nem ugyanaz a kategória, más ízvilág, teljesen két különböző dolog. Viszont, hogyha az édesség mennyiségre költött összeget el kell döntenem, hogy mire fordítom, akkor esélyesebb, hogy inkább csokit veszek, mert ez tovább tart. Kivéve, ha valaki nem falja be egyszerre az egészet, ugye? Ezeket a nyers szeleteket a Lidnek a kaszta sorában lehet megtalálni. Háromféle van, ugye ez a gocsipogyós, akkor egy kakaós, illetve egy kókuszos, mindegyik ilyen datoly alapú. Igazából hasonló, mint ez a korong, amit az előbb mutattam. Súlyban annyi a különbség, hogy ez 25 g, ez pedig 30 g, tehát nem egy extra nagy különbség lelhető fel köztük. Más ízvileg, más alapanyag, más összetevők. Mondom, ez ilyen 200-250 forint körül beszerezhető a legtöbb helyen. Ez 240 vagy 50 forintba kerül, tehát sac per kb. Hasonló. Szóval ilyen tekintetben egy gyors és jó energiaforrás, de nem igazán van igényem arra, hogy napi szinten ilyesmit fogyasszak, mert amúgy meg túl édes, legalábbis számomra. Nyilván a datója édes, ez datója alapú, szóval ebből következik, hogy ez is édes lesz. És az utolsó versenyzőnk, ez az egyedül, amit még nem kóstoltam, azért mutatom, mivel ez is viszonylag olcsó volt, ezt 100 forintért vettem, viszont ez a féle ilyen áru kivezetés, vagy nem tudom, tehát amikor megszűnik egy áru, és ugyanúgy a Tesco-ban vettem, mint ezt, úgyhogy szerintem, nem tudom, teljes áron talán 200 forintba kerülhet. Szerintem egy ilyen aszalványos datoja alapú kesudiós szeletkéről van szó. Úgy gondoltam, hogy egyrészt túrázáshoz tök jól fog jönni, másrészt pedig a puszta kíváncsiság. Nos, hát ezeket szerettem volna megmutatni nektek, mindegyiket őszintén jó szívvel tudom ajánlani, remélem, hogy találtatok közte olyat, ami újdonság, érdekesség, ezáltal hasznotokra vált ez a pár perces kis videó. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, igyekszel kicsit gyakrabban posztolni az elkövetkezendőkben. Továbbra is ajánlom a blogomat, ott azért gyakrabban találtok különféle bejegyzéseket, értékeléseket, ezekről a cuccokról majd írásokat, közelebbi fotókat, hasonlókat, úgyhogy köszi még egyszer. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!